Szevasztok, Rikári vlog, pap soka siske. Lehetne ez egy ilyen fura vasútállomás név két falunak, de hogy ez a két falu, ez valójában egy volt, és annak két neve, és most ezt fogjuk megnézni, mert hogy itt van néhány érdekesség, többek között közlekedés történeti szempontból is egy apróság. A Róma mielőtt álltam, az nevezetesen a papsokai templom. Papsoka egy régi középkori település, később Siskének nevezték, és ez tulajdonképpen Balatonfüred északnyugati határában található, és ennek a településnek volt ez a temploma, de nem is csak a középkorig nyúlik vissza ám ez a történet, ugyanis ez a rész, ez gyakorlatilag már a római korban lakott volt, és hát tulajdonképpen ez a templom a 11. században, amúgy eredetileg román stílusban, egy korabeli római villának az alapjaira épült. Egyébként az a villa a második században épült, tehát majdnem 2000 évvel ezelőtt, 1900 kb. 1900 évvel ezelőtt, úgyhogy nem egy mai darab történelmi kövek találhatók itt. Aztán a 4. században leégett, újjáépítették, bővítették, és hát aztán a középkorban pedig, illetve hát a magyar államalapítás után, nem közvetlen utána, de valamikor talán a 11. században az alapjaira egy román stílusú templom épült. Hát ennek a templomnak a romjait láthatjuk itt. Egyébként láthatjátok, aki egy icipicit járatos az építészet történetben, hogy itt ilyen csúcsíves két bejárat található, menjünk is be rajta. És hogy ugye a csúcsíves az nem a román kornak, hanem a gótikának a jellegzetessége. Ez annak köszönhető, hogy a templomot többször bővítették, többek között a 15. században is, és akkor gótikus jegyeket kapott az oltárt is. Hát le is bontották a régi oltárt, mert abba az irányba is bővítették, és gótikus oltárt kapott, illetve ezeket a gótikus bejáratokat, amiken láthatjuk, hogy gyakorlatilag csak a talapzatuk az eredeti. Ezt a műemléki restaurálás során téglából építették vissza, érzékeltetvén, hogy milyen stílusú lehetett valaha ez a templom, amikor még templomként állt. Egyébként időközben ugye átnevezték a települést papsokáról, ami a papnak a sok földjére utalt, tehát a papnak a környéken lévő birtokaira utalt. Erről átnevezték később Siskére. Aztán elnéptelenedett a falu, elnéptelenedett a templom, és a török időkben a 16. században le is bontották, vagyis pontosabban nem lebontották, hanem lerombolták, leégett tulajdonképpen a harcok során, és hát romként állt itt a hegyoldalban, és hát a köveinek egy jelentős részét a lakosság elhordta különböző építkezésekhez. Nézzétek meg itt a régi oltár fölött a láthatóak még a gótikus csúcsíves vonalak. Hát a csúcs már nem. Ez olyan, mint amikor a karácsonyfának levágják a tetejét, és a csúcs már nem látszik. Hát ugye a történelem az, és a természet teszi a dolgát, és hát ugye minden pusztul, ami nincs használatban és karbantartva. Ez viszont ugye a ilyen rom állapotban, de műemléki felújítást kapott, úgyhogy azért abban bízhatunk, hogy ezek az állapotok legalább megmaradnak, és emlékeztetnek a dicső és kevésbé dicső évszázadokra. És amúgy itt a templomrom körül, amikor már ugye a templomrom volt, a 18. században nyitottak egy temetőt, és hát csak nem 200 évig, a 19. század végéig, vagy a 19-20. Század fordulóig temetkeztek ide, és nagyon szép régi sírok is találhatók. Egyébként ott a fák mögött
ott látjátok a Balatont, amit most azért nem mutatok meg jobban, mert innen nem annyira jól látszik, majd mindjárt kicsit följebb megyünk, és ott nagyon jól fog a Balaton látszódni. Most meg akarok nektek egy sírkövet mutatni. Nagyon kevés van már köztük, ami olvasható, aminek olvasható a felirata, hiszen azért nagyon sok idő eltelt. Hát van egy-kettő, ami fel van újítva. Ott majd mindjárt azt meg fogjuk nézni. Mondjuk ennek meg ugye pont az ellenfény miatt ezeknek nem olvasható jól a feliratuk. De én azt hiszem, hogy ez az, ami a legjobban olvasható volt. Én már az előbbit körbe jártam. Ez a 19. század végéről való sírkő. Ugye többen is nyugszanak itt. Szente Jánosné, született Kovács Mária, 33 évet élt, meghalt 1895. november 11-én, és fia Géza, aki 5 hónapot élt, ő 1895. október 10-én hunyt el, és alább pedig felvésték ugyanerre a sírkőre, mert ezek szerint ugyan itt nyugszik. Édesanyja, aki 58 évesen 1898-ban hunyt el, hát ugye akkoriban még a korábbi időszakokban még nem éltek annyit az emberek, mint ma, bár ugye egy sírkőről nem vonunk le következtetéseket, de hát itt azért elég rövid életutakat láthattunk sajnos ezen az amúgy gyönyörű sírkövön. Nézzétek meg! És most akkor mindjárt elmegyünk még a templom felé, és följebb fogunk menni, illetve a templom mellett megnézzünk még egy sírt, mert hogy ott bizony érdekesség található, és most jön a közlekedés történeti dolog. Egyébként itt kellemesen lehet sétálgatni, ücsörögni, nézni a Balatont. Most február ellenére nagyon szép, napos, igazán tavaszias idő van, úgyhogy én is az előbb itt leücsörögtem, és ott olvastam el ennek a helynek és a templomnak a történetét. Nézzétek meg, egészen oda a hegyoldalig vannak a régi sírok, hát nem mindegyik van meg, ilyen szellősen vannak, de gondolom, amik megmaradtak, azt a park nem olyan régen történt felújításakor helyreállították, illetve meghagyták. Itt a templomnak az északi oldalán található egy síremlék. Nem tudom, hogy kell kimondani a nevét, Keödnek van írva, Köd József, aki hajós kapitány volt, és az az érdekessége az élet történetének, hogy az első balatoni hajónak az utolsó kapitánya volt, ugyanis illetve nem az első balatoni hajónak, hanem az első balatoni gőzhajónak. Erről egy emléktábla is megemlékezik. Látjátok, az első balatoni gőzhajó a Kisfaludi utolsó kapitánya volt. 1839-től 1897-ig élt, és hát egy ilyen új síremlék, relatíve új síremlék van neki állítva. Hát ő se volt túl öreg, amikor eltávozott az élők sorából. Szóval 58 éves volt ő is, mint az előbb az édesanyja a másik síron. Itt a templom romnak ezt az oldalát ugye benőtte ez a... Most ez borostyán vagy vadszőlő? Vadszőlő. Nézzétek meg, milyen jól néz ki. Az állagának nem biztos, hogy jót tesz ez a benövés, de jól mutat. Itt egy picit be tudunk lesni. Van egy ilyen kis rés. Gondolhatnánk lőrésnek is. Hát a román kori templomoknál ugye jellemző volt az erőszerű kialakítás, bár nem tudom, lőrés azért talán nem volt rajtuk, de ezt nem tudom, hogy minek köszönhető ez a kis rés, aki esetleg tudja, nyugodtan írja meg kommentbe.
itt a videó alatt. És akkor innen is egy kicsit le tudunk tekinteni a Balatonra, de majd icipicit mindjárt feljebb megyünk. Nézzétek meg, milyen gyönyörű innen a kilátás. Egyébként nem messze innen van a szállásom, ahol megszálltam. Direkt a panoráma miatt itt a hegyoldalban vettem ki egy jó pofa apartmant, amiről már szerintem láttatok videót, mármint egy körbetekintőt, egy room tourt. És az egyik videó is onnan indult, és a panorámával indult. Itt három ismeretlen honvéd katonának a sírja található, akik 44-45-ben hunytak el. És így emlékeznek róluk. És akkor azt hiszem, hogy elindulunk fölfelé. Nézzétek meg, közben azt is figyelnem kell, hogy mennyi idő van az autóbuszig, úgy szoktam mondani. Azt tudom, hogy Vikinek ez nagyon tetszik, szóval másnak nem biztos. Minden esetre 10 percen van az autóbuszig, úgyhogy egy nagyon picit fölsétálok, és egy-két snittet csinálok nektek feljebbről is, nevezetesen olyan snittet, amin a Balaton is jobban látszódni fog. Most ebből kifolyólag itt nem is vágok, majd meglátjuk, hogy az autóbusz megállónál történik-e vágás, mert hogy meg szeretném nektek mutatni az autóbusz fordulót. Nagyon érdekes, biztos nem láttatok még olyat. Úgyhogy ott szeretném befejezni majd a videót, de még nem fejezzük be a videót, hanem átkerünk itt ezen a kis utcácskán. Lementünk a lépcsőn, és fölmegyünk a túloldalon, és ott már olyan magasságban leszünk, ahonnan a Balaton jobban fog látszódni. Így. Hát most sajnos olyan sok időnk nincs nézelődni, de mert szeretnék busszal lemenni, és a busz óránként jár. Gyalog se olyan vészes, de megmondom őszintén, hogy erősen az ebédidő végén vagyunk, és én nagyon éhes vagyok. Úgyhogy ebből kifolyólag ezt az autóbuszt, vagy más néven autóbuszt el szeretném érni, és akkor itt le tudunk tekinteni Balatonfüredre. A korábbi videóban látott templomok, ugye a szerintem első füredi videómban látott templomok, ugye jobbra fehér a református, az a vöröses, az pedig a elfelejtettem, hogy mi a neve, de majd talán kártyába beteszem ide azt a videót. Ugye vörös vagy piros templomnak is mondják, azt megjegyeztem, mert hogy ilyen vörös mészkővel van kirakva, díszítve, és hát ott lent pedig a Balaton, az a, amerre most nézünk, az a sétálós része, ez meg a, hát nem mondom, hogy sznobos, de az ilyen, bár ott a lakótelepek mögött a szállodás és a partot nem, halandó embernek nem megközelíthető a part ezen a részen. Kicsit belekeveredtem ebbe a mondatba, elnézéseteket kérem, és végül pedig, ami miatt nagyon különleges az itteni panoráma, hogy szemben ugye a Tihanyi félszigetet lehet látni, ugye az ott szemben a déli part, bal oldalon, jobb oldalon, ami pedig ide benyúlik, az a Tihanyi félsziget, és hát árnyékban van, úgyhogy nem nagyon látszik a Tihanyi apátság, de maga az öböl és a félsziget az nagyon szépen látszik. Közben lehet, hogy indexképnek valót is készítek, bár ahhoz túlzottan be vagyok zoomolva. Elnézéseteket kérem, hogy így egy snitből akarom elkészíteni az indexképet is és mindent, de hát az idő az idő. Sajnos kevés időt tartózkodom itt. Összesen hát két egész napot, három éjszakát, szombaton délután érkeztem,
és kedd kora reggel indul a vonatom, és arra is ellátni a Balaton irányába. És most, hogy kizúmoltam, most lemegyek, és elérem azt a bizonyos helyi járatú autóbuszt, ami 2-es vagy 2B névre hallgat. Nem, ez nem villamos, ez autóbusz. Tudom, hogy a pestieknek, főleg a délpestieknek a 2B az egy villamos jelent. Itt most Füreden mi autóbusszal fogunk utazni. Egy kicsit a lábam elé kell nézzek, azért akadozik a beszéd. Akkor ezen a kellemes kis utcácskán kihaladunk az autóbusz végállomásra. És ahhoz képest, hogy olyan nagyon sok mindent azért nem néztünk meg, egész hosszú lett ez a videó, de hát ilyen műfaj ez a körbetekintőzés. Na, hol van itt az autóbusz, hol kell lemenni? Azt hittem, hogy ez itt a buszvéghez megy ez az út, de nem, ez fölfelé megy, úgyhogy itt kell lemenni, és bele kell húzni, legalább itt útközben még láthatjátok továbbra is a Balatont. Nézzétek meg közben, azért a romokra és a sírokra is vetünk még egy pillantást. 5 percen van a buszig körülbelül, úgyhogy kényelmesen el fogom érni. De azért tétlenkedni nem szabad. Most nem az időt akarom húzni, hanem bele akarom venni a videó végébe az autóbusz végállomást. Úgyhogy itt a kis balatoni panorámát mutatva, nem is az utat, hanem inkább a panorámát mutatva próbálok lehaladni. Remélem nem remeg nagyon a kamera. És akkor itt már, hogy lejjebb értünk, nem annyira látszik a panoráma. Ellenben ott szemben látszik az autóbusz forduló. És mi most oda tartunk. Ilyen nagyon egyszerű módon van ez a forduló megépítve. A végében egy kis buszmegállóval. És ez most nem olyan buszmegálló, nem az a faszerkezetes, mint ami lejjebb van, hanem egy ilyen modernebb darab, és itt fogunk majd az autóbuszra felülni. Én pedig akkor, ha lejöttem az úttestről, akkor élek az alkalommal, hogy elbúcsúzzak tőletek. Mindjárt jön a buszom. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Rikári voltam Balatonfüredről. Sziasztok! Csüssz!